Minden gyerek lelkén van egy szelence, amit fel lehet pattintani, ez szinte biztos. Csak valakinek fel kell pattintani. És ez a nehezebb gyerekeknél nagyobb energiát igényel. A könnyebbeknél persze könnyű, mert rutinszerűen működik a dolog. Tehát egyszerre azt gondolom, hogy, hogy igen, a számomra a felelősségteljes tanár az, aki figyelembe veszi az én egyéni adottságaimat, aki nem mond le uh, a tanításról, semmi esetre sem mondja azt, hogy azért, mert ez egy szabad iskola, megengedem azt, hogy akár ne is tanulj. Egyszerűen ezt nem engedi át, ezt a lehetőséget, mert ez is a felelőssége. Nevelnie is, de tanítania is kell azt a gyereket. És, um, és hogy hát valamilyen módon abból a kicsi közegből, ami egy osztály vagy egy csoport képes valamilyen módon közösséget kovácsolni, és segít abban, hogy a közösségben ne az egyéni ambíciók, hanem valamilyen módon a konszenzuális döntések uralkodjanak.